Jön egy másik, és nem ilyen alapos igényel, hanem egy másfajta. És akkor én egész életemben ennek megyek ítélek. Én vagyok az akarája, én nem engedem neki. Csak én azért kérdezem, mert sokat fogom én már. Tudom, nagyon megértem, mert ez egy borzasztó nehéz dolog. Nézd, a fél bankvilág, a Viktornak a torkát azért akarja elvágni, mert az egyébként hiteleseken megpróbál lépésről lépésre segíteni. De ez egy ilyen munka az övé, tehát sosem fogja senki elfogni az, ami ezeknek mondja, együtt köszönjük hozzat, ami erre sosem lesznek olyan dolgokat. A világban olyan, hogy egy csomó nehézség van. De én mondtam azt, hogy ott van a munkahelye, ott vannak azok az emberek, akik fizetést kapnak azért, hogy minden embernek a problémáját próbálják megoldani. És ebbe én kőkemény vagyok. Ezer más dologban próbálok segíteni. Van hány éves kocsikára? Én nem vagyok. Kálban. És ott nincs véletlenül közmunka? Kálban. Nincs, mert már nagyon sok van, akinek így. Tehát. És gyereke van? Van. Hány van? Kettő. Kettő. Úgyhogy nagyon nehéz. Hát azt kellene megnézni, mert van devizahitelük is? Elvitt a bank 3 alapban. És más nem volt a úton kívül? De attól még fizetnénk kell. Szerintem még van. Persze, meg még követelnek rajtunk. Akkor ugye hiába viszik el az autót, akkor még a követelésben elég. Hát ez a biztonság, ugye? Ezen, amikor elviszik a házat, és még ugyanakkor a követeléseit elvégül. Tehát csak ezt tehát jogi értelemben ez a... Csak nem tudom, most van valami újabb törvény, vagy hogy most nem akarok se cigányozni, csak szépen kifejezni magamat, hogy a romák azok kapnak pénzt, mindenféleképpen. Nincs ilyen. Kiskapu, nagykapu, tehát... Nincs ilyen, ezek ilyen városi legendák, nincs ilyen, hogy külön a romáknak, minden magyar állampolgára egységesen vannak Mert én akár hová elindulok, én biztos, figyelj, hogy bemegyek, és más most lakniuk sincsen, hol? Hát van, csak nem tudjuk kifizetni a villanyt. Figyelj, de én Somogyban, és lakniuk van hol? Van. Saját lakásuk van? És azon van teher? Van. Azon is van teher. Van. És a udvaruk van hozzá? Van. És az már van, mivel van? Meg. Hogyha ért a mezőgazdaság, hát ott a környéken élni, van. Túrom a földet, de ott, másképp meghalni kéne. Figyelj, de látja, én is mindig túrom a földet, hozom a éneken is a veteményesen. Ott nincsen ében a környékei olyan gazdák, hogy ott meg a veteményeket dolgozni. Nekem meg tudom velük maradni, mert nem voltam, hogy vinni ez. És mezőgazdasági szakmunkás bizonyítványa van, vagy milyen van? Nincsen. Arról nem maradtam. Hát mert ugye az kellene megnézni szépen, tehát azért ott a környéken szétnézni, mert ez két különböző probléma. Mert ha azt már tetszene tudni oldani, hogy legyen munkahelye, a fiatalasszony még jó erőben van tudni. Igen, dolgozni. Csak nincs, nem tudok hová menni. Na, azt meg fogom majd nézni ott Kába, és akkor a interneten ránézek, hogy ott a közmunka, hogy van, majd kibogarászom. Ott kell. Én tudom, hogy úgy akkor tetszik, látta ez is milyen érdekes, hogy a Viktorra meg mindenféle ezért gondolok, hogy bevezette a közmunkát, ugyanakkor meg ez az egyik, egyetlen jövedelem forrása az embereknek, és könnyűrűen legyen közmunka. Hát igen, csak ebben az a vicc, hogy ugye dolgoznak az emberek közmunkáért, és így jel. Hát egy hét alatt keresnek valami, nem akarok hazudni 3000 forintot. Ezt nem tudom, hogy van, annál több egyenként, mert a segélyt volt. Sem tud semmit. Jó, nem arra ugyanak, muszáj menni, úgyhogy a másikért pedig engem tessenek, engemet szidjanak, mert én nem engedem a Viktornak.
És ez, ebből azért én vagyok a húnyom. Nyugodtan mondják meg a többieknek, vállalom. Azt mondani, hogy én is onnan jöttem, ahol nem jöttem. Nem, nem. 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 Nem